Sziasztok, majom percek nézők, ez itt az NBA Makogó. Nagyon szépen köszönöm a türelmet, délelőtt folyamán UFC gálát közvetítettem, úgyhogy a szokásos időpontban nem tudtam fölvenni a videómat. A szokásos helyen sem tudom most felvenni a videómat, mert óriási takarításban vagyunk. Hát Vini most elment. Ettől függetlenül szeretnék beszélni a két nyugati találkozóról, amit egy gyors összegzéssel úgy lehetne így egy halmazba tenni, hogy elpuskázott lehetőségek. Ugyanis amíg az egyik oldalon a San Antonio Spurs igazából kontroll alá vehette volna a szériát és 3-1-re vezethetett volna, addig ugye a Utah Jazz gyakorlatilag egy picit visszajöttett volna ebbe a párharcba, hogyha a harmadik mérkőzést meg tudják nyerni. Egyik csapatnak sem sikerült, a mód viszont eléggé különböző volt. Lássuk, hogy mik voltak a kulcsjelenetek. Felnőtt játékot mutatott a Denver Nuggets, és egy picit elfelejtettük itt a széria első 3 meccsében, hogy ez a csapat igazából a nyugati konferenciában sokáig az első helyért küzdött. Ezen a negyedik találkozón végre megmutatták és bebizonyították, hogy miért is van ez így. Most már azért kijött, hogy játszottak rájátszás atmoszférában, játszottak idegenben is, és ezen a negyedik találkozón annak ellenére, hogy az első negyedben a Spurs el tudott menni, és kicsit aggályos lett a helyzet, hogy a Nuggets vissza tud-e jönni, egy picit forma feletti triplázással megfordították a mérkőzést, el tudtak menni, és nyerni tudtak. Nagyon fontos szerepe volt Nikola Jokicnak, akinél az első két mérkőzésen picit hiányoltam azt, hogy támadja a gyűrűt. Most szinte az első pillanattól kezdve érezni lehetett, hogy a kezébe akarja az irányítást. Az a kicsit mackós, kicsit kamionos mozgásával rengetegszer próbált betörni, remek sarkozásokkal megcsinálta magának a lehetőséget, és sorban jöttek a könnyű zicserek a Nuggets számára. Amikor a Spurs egy picit jobban figyelt Jokicra, akkor pedig remek gólpasszokat osztogatott, mind a palánka alá, mind a tripla vonalon túlra, és itt kell még egyszer kihangsúlyoznom, hogy érzésem szerint a vendég Nuggets talán egy picit túlteljesített a tripla vonalon túlról, olyan dobások mentek be nekik zsinórban, amik mondjuk az első két meccsen nem nagyon potyogtak be, egy kis szerencsefaktor talán az oldalukra állt, gondolok itt Torrey Craig tripláira, Murray tripláira, Bortonnak is volt egy-két nehezebb kísérlete, de összességében erre szükséged van egy rájátszás párharcban, főleg egy sorsdöntő mérkőzésen. Most kezdem azt érezni ebben a párharcban, hogy szinte biztos a hetedik mérkőzés. Egyre jobban azt érzem, hogy csak akkor lesz vége 6 meccsen belül, hogyha az ötödiket megint esetlegesen el tudná lopni a Spurs. Most talán ott tartunk, hogy a következő két mérkőzésen a hazai csapat megnyeri a kötelező meccsét. Nyilván a Spursnek lehet egy húzós hatodik meccs, hogy az ötödiket nem tudnak nyerni, mert 3-2-vel ugye vagy nyernek, vagy mehetnek horgászni, de egy nagyon-nagyon fontos, lélektanilag fontos találkozó lesz az ötödik, mert a Nuggets borzasztó jó csapat hazai pályán, a Spurs az egész alapszakaszban rendkívül rosszul teljesített idegenben, úgyhogy annak ellenére, hogy 2-2-vel állunk, a Nuggets most megint igazából előnybe került. Bár negyedik mérkőzést játszottak a csapatok, nekem picit fontosabb volt a Jazz és a Rockets közötti harmadik ütközet, mert igazából jól tudtuk, hogyha a Jazz nem tud nyerni, és 0-3-as hátrányba kerül, akkor lehet, hogy vége a szériájuknak, ugye soha egyetlen csapat sem tudott még 0-3-ról fordítani az NBA-ben, és azt gondoltam, hogy ha a Jazz kicsit jobban összerakja a védekezését az első két meccshez képest, főleg Hardenen, akkor kérdés nélkül meg tudják lovagolni majd a hazai pálya előnyét, és nyerni tudnak, még hogyha egy szoros mérkőzésen is. És ez sokáig érvényesült is, ugye? Talán a beharangozó videóban említettem még, hogy Hardennek szinte biztosan lesz majd olyan mérkőzése, amikor nem jönnek össze a dolgok, nem esnek be a dobások, esetlegesen nem kapja meg a faltokat. Hát ezen a találkozón az első 15 mezőny kísérletét elrontotta, és csak a negyedik negyedben, hogy nagyjából ott is már egy 5 perc mély voltunk, mikor be tudta dobni az első mezőny kosarát, addig csak és kizárólag a büntetői, illetve a gólpasszai tettek hozzá a játékhoz. Ez pedig egy óriási fegyvertény a Houston Rockets számára, hogy egy ilyen Harden, aki tényleg láthatatlan volt 3 negyeden keresztül, is nyerni tudtak Salt Lake City-ben. Ugye a Jazznek az elpuskázott lehetősége az igazából erről szól, hogy ott voltak, végre le tudták venni Hardent, ténylegesen folyamatosan elvették a bal kezét, megint ösztönözték a betörésekre, de a Rockets kiegészítő emberei kezdve természetesen a Harden melletti kezdővel
addig tudta tartani a lendületet és a pontokat a Jazzzel, amíg az utolsó negyedre végre rákapcsolt Harden, beesett egy-két fontos kosár, közt a tripla, a végén pedig egy-egy fontos védekezés és a büntetők megoldották a győzelmet. A győzelemben mindenképpen ki kell emelnem PJ Tuckert, aki most már igazából évek óta csinálja azt, amit csinál, de még mindig nem beszél róla elég ember. Amikor kell egy fontos szerzett labda, amikor kell egy fontos csapdázás, amikor egy kulcs támadó lepattanóra van szükség, hogy a győzelmet bebiztosítsd, akkor azt szerintem PJ Tucker hozza a legnagyobb százalékban az egész NBA-ben. A mai mérkőzésen is összeszedett egy dupla-duplát, mégsem fog rá senki emlékezni, hogy az utolsó másodpercekben, vagy az utolsó percekben is milyen fontos lepattanót szerzett, kiharcolta a faltot. És hát ilyen játékosok kellenek ahhoz, hogy rájátszás szériákat nyerjél, mert lehet, hogy Harden megdobja a 20-30 pontját minden mérkőzésen, de a remek kiegészítők azok, akik extra lehetőségeket adnak neked támadásban, egy-egy pozitív védekezéssel pedig 2-3 pont differenciát jelentenek egy meccsen. A Jazznél bejött, amitől egy kicsit tartottam, és amit szintén elmondtam a beharangozó videóban, Donovan Mitchellen kívül nincs olyan játékos, aki előre tud lépni, fel tud lépni, és tud annyi pontot dobni, hogy tartsák a lépést a Rakicsal. Mitchell dobott 34 pontot ezen a mérkőzésen, sajnos a százaléka botrányos volt, és amíg mindenki arról beszél, hogy Harden kihagyta az első 15 dobását, addig azt viszonylag kevesen említik meg, hogy Donovan Mitchell is kiadott 18 dobást ezen a mérkőzésen. Nem azt mondom, hogy rajta ment el a mérkőzés, de sajnos a Jazz úgy van felépítve, hogy ha neki nem megy a játék, esetlegesen nem dob túl jól, akkor a csapattársai nem fogják pótolni a kiesett pontokat. Valamiért nem hiszem azt, hogy a Utah Jazz lesz az első csapat az NBA történetében, aki 0-3-ról fordítani fog. Ettől függetlenül azért érzem azt a makacs, csak azért is megmutatjuk szellemet, amivel a negyedik mérkőzésen azért kaparni fognak, és amíg nem esnek ki ténylegesen, addig igenis küzdeni fog ez a csapat, ők tényleg így vannak bekalkulálva, Rakic viszont hát iszonyatosan közel lépett a továbbjutáshoz. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt a két párharcot, illetve azoknak a további mérkőzéseit. A mai nap a Clippers és a Warriors negyedik találkozó, illetve a Trailblazers és a Thunder negyedik találkozója jön. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e 2-2, most én úgy látom, hogy mind a két párharc 3-1 lesz, de ha esetlegesen nem, akkor holnap kibeszéljük, hogy mi is történt. Kattintsatok át itt fölöttem Baska videójára, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és holnap újabb két meccs kibeszélőjével találkozunk. Én Maka voltam, sziasztok!